Az idei tanév rendhagyó módon zárult a Pécsi Bánki Donát utcai általános iskolában. A tanévzáró ünnepségen átadták a kínai sarkot és egy kínai idegen nyelvi labort is. Továbbá számos kínai nyelvű tankönyv és nyelvtanulás segítő elektronikai eszközök, mint számítógép, laptop leltek otthonra az iskolában. Az ünnepélyes átadón az iskola kiemelkedő kínai kultúra és nyelvterületen nyújtott teljesítményét jelentősen elismerte Mr. Yang Chao, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. A mai látogatásnak a célja, hogy erősítsük Pécs városával és Baranya vármegyével való együttműködésünket, főleg az oktatási és kulturális területen. A kínai sarok megnyitásának célja, hogy a magyar fiatalok, valamint egyéb kínai nyelv iránt érdeklődők egyre többen és jobb feltételek mellett tanulhassák a kínai nyelvet. A kínai nyelvoktatás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar hagyományos kínai orvoslás Konfucius Intézet támogatásával valósul meg az intézményben. A Konfucius intézeteket azért hozták létre országszerte, sőt lehet azt mondani világszerte is, hogy a kínai kultúrát, nyelvet, egyáltalán ezt az életformát jobban meg lehessen ismerni azoknak, akik értelemszerűen még nem találkoztak ezzel a kultúrával. Nálunk a Pécsi Tudományegyetemen ez a fajta funkció egyel bővült, mégpedig a hagyományos kínai orvoslásnak a terjesztésével is foglalkozunk, illetve az életformának, az egészséges életnek, a kínai életnek a szemléletét is szeretnénk megismertetni. A Pécsi Bánki Donát utcai általános iskola és a Konfúciusz intézet között az elmúlt 10 évben igen aktív és szoros partnerintézményi kapcsolat alakult ki a kínai nyelvoktatás terén. Először még az ELTE Konfúciusz intézetével, majd néhány évvel később a Pécsi Tudományegyetem hagyományos kínai orvoslás Konfúciusz intézetének az együttműködésével valósult meg tulajdonképpen a kínai nyelvoktatásunk, aminek köszönhetően lassan 10 éve tanítunk ebben az iskolában kínai nyelvet, első osztálytól 8. osztályos gyerekeinkig. Jelen pillanatban közel 60 gyerek tanulja a kínai nyelvet, méghozzá olyan sikeresen, hogy többen alap, illetve már emeltebb szintű nyelvvizsgát is tettek ebben a tanévben. A vendégek tiszteletére kínai kulturális műsorral készültek az iskola tanulói. Látványos sárkánytánc és kínai dallamok színesítették az évzáró programját.